Köszöntöm a nézőket! Elkezdődött az idei Honvéd Fesztivál rendezvény sorozata. A megyében több helyszínen számos színes program várja a diákokat, gyerekeket, ifjukat és idősebbeket, családokat. Az esti mérlekben erről lesz szó, maradjanak velünk! A Honvéd Fesztivált 9. alkalommal szervezi meg a Honvédség és Társadalombaráti Kör. A rendezvény sorozat célja, hogy az egy hét során megjelenítsék a honvédséget a különböző korosztályok számára. A Honvéd Fesztivál 9. alkalommal rendezzük meg, nagyon széles körű támogatók bázisnak köszönhető, amely között az élen a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium áll, a rendezvény sorozat fővédnöke és a Honvédelmi Miniszter úr. Minden évben arra törekszünk, hogy a környező lakosság legszélesebb körét megéríthessük. Ezt mi korosztályunként próbáljuk összefogni. Ennek megfelelően az idei évben már 7 naposra növekedett Honvéd Fesztivál első napja épp a mai nap, általános iskolásoké, holnapi nap, középiskolásoké, szerdán a középiskola, illetve egy kicsit felsőbbeknek adunk feladatot, és egy nehezebb feladatokat, és ezt követően megérintjük a nyugdíjasokat, és egy széles kört pedig azzal, hogy megrendezzük a csatát, és csatáról szóló különböző művészeti ágakkal szóló megemlékezést. Hiszen 28-án a haditanácsról való megemlékezés egy templomi koncert és egy nagyon szép megemlékezés, de templomi környezetben, az eredeti helyszínen a csata megelőző haditanács helyszínén zajlik. A csatát pedig az talán Magyarországon az egyetlen olyan helyen tudjuk megtartani, ahol valóban a csatatérnek egy részén vagyunk. És hát úgy gondoljuk, hogy ezeket a programsorozatoknál a legfontosabb a hitelesség, legfontosabb a közvetlenség, és legfontosabb, fontosnak tartjuk azt, hogy olyan őszintén tudjunk ismereteket átadni, ami a befogadást könnyíti és elmélyíti. A programjaink azt hiszem, hogy itt felsorolásra is kerültek. Ezek mindegyike a széles körnek elérhető. A diákok szabadon jelentkezhettek a mai rendezvényre is, a holnapi számháborúra ugyanúgy lehetett jelentkezni, és az összes többire. A fehérvári nézőket én arra invitálom viszont, hogy tekintsenek meg egy olyan csatát, amit azt hiszem, hogy nem minden nap láthatnak. Talán az idei év a 20 év óta rendezendő sorozatban az első, amikor egy olyan nagy évű produkciót sikerült összehozni, aminek a rendezője Koltai Gábor és mögötte az Esztrát Színház áll anyagilag, aki ezt ingyenessé tette és támogatja, amely csatának a megjelenítése egy attól újszerű, hogy egy nagyon dramatikus és nagyon nagy tömeget összefogó és minden eddigitől eltérő alakzatot ölt. Hiszen ezt a korábban is fehérváriak által csatatérnek nevezett Dombalján zajlik, de már nem bokrok között kell állni, hanem lelátók lesznek biztosítva, és az eredeti helyszínt és a helyszíneket megidéző színpadi képek segítségével, nagyon korszerű hangosítással, a LED falak segítségével azok is láthatják, akik előtt véletlenül áll valaki, vagy olyan kitakarásban van, amit nem tudna látni, csak hogyha fölemelkedne madártávlatból. Tehát én úgy érzem, hogy egy olyan széles programspektrum lesz a következő egy hétben, amely mindenkit megérinthet, és ezt a szombat déli csatát élhetően pedig egy olyan látványban lesz része, hogyha ha kifárad, ami azt hiszem, hogy eddig még nem volt. Ugye mondta itt a különböző korosztályokat, ma ugye a kisebb gyerekeket, aztán a nagyobb gyerekekre is gondoltak. Ma egészen pontosan milyen feladatokat kapnak a gyerekek itt, vagy kaptak a gyerekek itt ebben az iskolában? Mi az, amiről számot kell adniuk, hogy tudnak a honvédséggel kapcsolatban? István Király Általános Iskola 15. alkalommal ad helyet
ennek a versenynek. Ezt a versenyt ilyen 4-5 fős csapatok mérik összetudásukat, és hát az ide mai napra úgy tudom, hogy 14 csapat érkezett, nem csak Fehérvárról, hanem Lajoskomáromból, de Sárisápról, és még messzebbről is itt vannak. Amiért fontos az, hogy itt a gyermekek elsősorban a manuális készségüket, az, hogy ténylegesen interaktívá van téve minden egyes elem, akár egy sátor összeszerelése, vagy egy 4 fős közösség összehangolt munkáját igénylő vonós négyesnek nevezett kis játék, ami egy akna felemelését, egy egyszerű áthelyezését kell megvalósítani, de ahhoz, hogy egy ilyen kis feladatot meg lehessen csinálni, ahhoz 4 ember összehangolt tevékenységekkel. Beszéltem például a sátorállításról, ami olyan egyszerűnek tűnik, de hát ahhoz, hogy egy katonai sátrat fel lehessen állítani, annak 4 lába van, vagy 6 lába van annak, hogyha csak egy-egyet emelgetünk, akkor bizony biztos a sikertelenség. De hogyha összehangoljuk közösen, kitaláljuk, hogy hogyan lehet a 6-ot 4-en megemelni, akkor már is ez a dolog is megvalósítható. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy működjenek együtt. Arra ösztönözzük őket, hogy ne kapkodjanak, hanem arra, hogy ezeket a dolgokat fegyelmezetten, de gyorsan oldják meg. Természetesen itt az összekötő utat is időre kell megtenni, lesz fegyverszét összeszerelés, és még nagyon sok ilyen apróbb feladatok. Úgy tudom, hogy ma a 170-es évforduló keretében, vagy alkalmából 170 pontot is kell gyűjteniük. Hát bízunk benne, hogy minél többen elérik a 170 pontot. Szóval arról, hogy számháború is lesz ugye holnap a nagyobbacskáknak, és ez egy kicsit modernebb köntösben van már ez a számháború, egészen pontos, amit jelent ez. A számháború, mint mi gyerekkorunkban is, ez két csapat van, és a két csapat egymást nem lelövi, kilövi, hanem azáltal iktatja ki az ellenfelét, hogy felmondja a homlokán lévő számot. És hát ez kell becsület, és hiszen el kell mondani, hogy ő a 4 szám vagy 6 szám birtokosa, és ennek megfelelően, hát ő most már akkor kivonja magát a rendezvényből. Tehát az alap nem változott. Ami megváltozott, az az, hogy meg kell találni tárgyat, és ezt a tárgyat ma már nem csak térkép alapján lehet bejelölni, hanem adott esetben a korszerű technikával, GPS-szel fogják ezt megtenni. Egymást természetesen tudják irányítani rádió segítségével, és különböző olyan kis részfeladatok lesznek még, amik színezik ezt az egészet, és adnak új lehetőségeket arra, hogy ténylegesen élvezzék, azon kívül, hogy egy gyönyörű tájba, hiszen a Pákozdi Emlékpark környezetébe hajtják végre ezt a feladatot. Az első program az általános iskolásokat hívta játékra. Az István Király általános iskolában 14 Fejér megyéből érkezett csapat mérhette össze a tudását, ügyességét, képességeit a honvédség jegyében. A Honvéd Fesztiválnak immár 15. éve a nyitó rendezvénye vagyunk, amely nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, és nagyon örülünk annak, hogy a gyerek, illetve a csapatokon kívül magunk is részesei lehetünk ennek a rendezvénynek. Nagyon jó feladatokat találnak ki mindig a szervezők, és azt hiszem, hogy ez az interaktivitás, ami jellemző most már, és egyre jellemzőbb az évek során, a gyerekeinket vonza, és szívesen csinálják ezeket a feladatokat. Ami nagyon fontos, hogy őket is a hazaszeretetre, illetve azt, hogy 170 év, pont 170 év és 170 pont, amit szerezhetnek ma a csapatversenyben, remélem arra inspirálja, hogy milyen fontos a hazát védeni, és mit tud tenni gyerekként, majd később pedig felnőttként. És egy szóval azt, hogy összefogásra buzdít és együttérzésre. Azt hiszem, ha ez meg lesz, akkor nem lesz baj. Hogyha a jelentkezők számát nézzük, a csapatok számát nézzük, akkor mit lehet látni évről évre, növekszik-e ez a szám? Hát volt úgy, hogy csak 5 csapat volt itt, és így a mai napon, ahogy végignéztem a nyitó,
a nyitást. Azt gondolom, hogy ez a 14 csapat, ha jól számoltam, ez annak a bizonyítéka, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. És nem csak Fehérvárról érkeztek csapatok? Nem csak Fehérvárról érkeztek, és ez azt bizonyítja, hogy a megyére is, tehát a tágabb környezetünkbe is eljutott a híre. Ez pedig megint nagyon fontos dolog. Az egy hét során több színes programon vehetnek részt az érdeklődők. Csütörtökön együtt ünnepelhetnek a Honvéd Fesztivál résztvevői a Pákozdi Katonai Emlékparkban, a Szárazföldi Haderőnem napjához kapcsolódóan este 18 óra 48 perckor. A Szárazföldi Haderőnem napjára kellő gondossággal készülünk. Szerintem egy picivel több motivációk abból adódik, hogy a Magyar Honvédség 170 éves napjához kapcsolódóan ezt felvették a programsorozatba, ugye ami körültekintően Magyarország szinte minden területén egy 70 programmal és 70 helyszínnel kezeli ezt a kérdést. Úgyhogy mi is szerettük volna egy picit többet hozzátenni, nem csak az előző évi forgatókönyvet elővenni és azt felfrissítjük. Tehát mindenképpen úgy készülünk hozzá, hogy látványosságában, tartalmában ez egy emlékezetes rendezvény legyen az idei. Már amiatt is emlékezetes lehet, hogy nem délután délelőtt, hanem egészen konkrétan este egy bizonyos időpontban kezdődik ez a rendezvény. Igen, ez egy olyan szándék részünkről, amivel szeretném megmutatni, hogy picivel másabb legyen, mint eddig volt. Ugye ezt ünnepeljük már lassan 12 éve, 12. éve. Helyszíneiben ugyanaz, ami volt eddig is. Forgatókönyvében önállóságot kap, nem kapcsolódik konkrétan, mint előző évben például a 29. koszorúzáshoz, megemlékezéshez, hanem úgymond teljesen önálló forgatókönyv szerint készítjük. Az esti hangulatot pedig az adja neki, hogy ezzel igyekszünk egy kicsit olyan, mondhatni, emlékezetes képet felidézni, mire pár év múlva is szívesen és emlékezettel fognak visszagondolni a ott lévők. Mikor kezdődik akkor ez a rendezvény? Ez a rendezvény tekintette a 170 évre és a 170 éves honvédségre, tehát 18 óra 48 perckor kezdődik, ugye ezzel is szeretnék az 1848-at jelezni. Ugye ez mindenképpen mutatja, hogy eltérünk a klasszikus kezdésektől, ami egészkor vagy 30-kor szokott lenni. Úgy gondolom, hogy ezt nem csak ezzel az időponttal jelezzük, hogy valami mást szerveztünk, hanem ezt egy hagyományozók által tűzérségi tűz is jelezni fogja, hogy megkezdődött a rendezvény, ennek úgymond hangot is adunk. A sporteszközeivel vesz részt a honvédelmi nevelésben a Honvéd Szabadidő Sport Egyesület. Szerdán középiskolásokat várnak a Pákozdi Katonai Emlékparkba. A mi egyesületünk az Honvéd Sport Egyesület, katonák részére, természetesen civilek kis részére is. Ugye a Katonai Honvéd Fesztivál szintén benne van, és így kapcsolódunk már itt már hosszú-hosszú évek óta. Mivel találkozhat majd az, aki szeretne részt venni a programon? A legfontosabb az a szerdai országos ifjúsági honvédelmi járőrversenyünk a középiskolások részére, harmadik negyedik osztályok részére. Hát a KEM területén 7-8 kilométeres távolságon kihasználva a Velencei tó és környék adta szépségeit. Hatalmas verseny lesz, ezt mondhatom, mert évek óta hatalmas verseny. Milyen feladatokra kell gondolnunk? Hát tájfutástól kezdve kézigránátdobás, légpuskalövészet, íjászat, csapatkenuba történni, elvezés a Velencei tóban, egy kis katasztrófavédelmet is, árvízvédekezés is beviszünk, gátépítési feladat kell végrehajtani. A dzsungzsásba történő futás mellett picit színesítjük a programot a végén egy jó nehéz akadálypályával. Természetesen katonás felkészítésről van szó, nem maradhat ki az egészségügyi ismeret, sebkötözés, újraélesztés, tehát igazából készülni kell az embereknek, a katonáknak a feladat végrehajtására, és hát hogy technikai képzésük is legyen, hát még rókavadászat is szerepel a programban. A szombati Esztrád Színház előadása előtt 10 órakor kezdődik a közös ünneplés, a koszorúzás. Vasárnapra is készültek a szervezők 10 órától a Pákozdi Katonai Emlékparkban, csatatéri forgatagban, a katonai hagyományőrző szervezetek bemutatóival, vetélkedőkkel, családi foglalkoztatókkal szórakozhatnak az érdeklődők. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!